Andrássy Máté vagyok, a Vörös Marti Színház művésze. Engedjék meg, hogy egy személyes történettel kezdjem. Évekkel ezelőtt utaztam a villamoson, és egy ifjú hölgy telefonbeszélgetését kihallgattam, nem csak én, az egész villamos, valahogy így hangzott. Te Kizi! Te tudtad, hogy ma nőnap van? Te jó ég! Nekem senki nem szólt. Én csak a nap végén tudtam meg. De képzeld el, bemegyek a munkahelyemre, erre a Zoli, előre köszönt. Viszont előre köszönt. A Sanyi kinyitotta nekem az ajtót, és előre engedett. És a főnökömnek egyetlen hangos szava nem volt hozzám egész nap. Hát ezt add össze. Igenis, először történik velem. Erre a nap végén kiderül, hogy ma nőnap van. Hát ezért volt. Hát ez fantasztikus volt. Én imádom a nőnapot. Csodálatos volt. Tudják mit? Én egy kicsit sajnálom. És megsajnáltam azt a szegény lányt. Milyen lehet számára az év többi napja? Milyen lehet számára az év többi napja, hogyha csak nőnapon kapja meg azt, aminek az év összes napján normálisnak kéne lennie? Azt a törődést, azt a kedvességet, azt az udvariasságot. És ha, uraim, ha esetleg önök is hallgatják, vagy nézik ezt a videót, udvariasnak lenni egy hölgyel, kedvesnek lenni egy hölgyel, tapintatosnak lenni egy hölgyel, az nem ünnep, az nem nőnap, az a minimum. Ahhoz képest ünnep, az ünnep. Ahhoz képest nőnap, a nőnap. Csak ahhoz képest, de az a minimum. És hölgyeim, kérem engedjék meg. Szemünkben megnézik maguk, megnézik futtában a nők. Alkalmi tükreik vagyunk, fényünkön átrebbennek ők. És büntelen mennek tovább, ha elkapták tekintetünk, s mi, villogók, s fakók, simák, szilánkjainkra széttörünk. Végül homokká porladunk, bontó sugaraik alatt. Testünkből csak keret, a csont, s a fekete foncsor marad. És a fekete foncsorban is gyilkos tekintetük ragyog, mely földre bont, és sírba vitt, és mint halálig ringatott. Boldog nőnapot kívánok, hölgyeim! A nő szívét kiismeri, ezer csodával van teli. Ma még csalfán kacél vered, holnapra mindent elfeled. Ma még tét, holnap ki, mindenki és senki. Ezer csodával van teli. A nő szívét kiismeri. Zágon István. A nő az más. Mármint egész más, mint a férfi. Nem beszélek a divatról, azt úgyis mindenki tudja, csak illusztrálásképpen mondom, hogy láttam tegnap egy aranyos kis szürke női szvettert, amire rá volt festve egy piros nyakkendő. Nagyon tetszett nekem, és hallatlanul eredeti ötletnek találtam, azonban egyszer mint azonnal eszembe jutott, hogy mit szólnának az emberek, ha egy férfi fogná magát, és ráfestene a nyakára egy gallért. Vagy ott van a szoknya, amely végeredményben a nőknél ugyanúgy a deréktől lefelé eső emberrészlet eltakarására hivatott ruhadarab, mint a férfiaknál a nadrág. Na már most mi volna, ha a nadrág is követte volna a szoknya szeszélyes változásait? Ha először felcsúszott volna bokáig, azután negédesen villantotta volna ki az ember vádliát, majd felszökött volna egy kissé a térdek fölé pötyögni, végül is egy ártatlan fordulattal ismét a földre csúszott volna le még hozzá cakban. Úgy nézett volna az emberiség a férfiakra, mint egy-egy kis őrültre. Na de a nő az más. Egész más beszámítás alá esik, ha a férfi késik el a hivatalból egy fél órát, mint az,
Ha a nő késik el ugyanannyit a színházból, ám bár onnan állítólag csak azért késik el, mert úgy se kezdik pontosan, ha bár, épp azért nem kezdik pontosan, mert ő elkésik. Azonban a női késés egyik az úgynevezett aranyos női tulajdonságoknak el annyira, hogy szinte csodálom, hogy a vonat ilyenkor nem csak a férfiak óra előtt megy el, hanem a nőket is faképnél hagyja. Ez azonban valószínűleg csak azért van, mert a vonat egy hideg és rideg gép, és nem tudja, hogy a nő az más. A férfi megkapja a fizetését, és erre ahelyett, hogy odaadná a családjának, bemegy a legelső üzletbe, és vesz egy motorbiciklit, az egy könnyelmű fráter. De ha hazamegy, odaadja a háztartáspénzt a hölgynek, és a hölgy, ahelyett, hogy kifizetné a fűszerszámlát, nem a fűszerüzletbe megy be, hanem a mellette lévő kirakat megejtő varázsától elkábítva befordul egy garnitúra türkiszkék üveggyöngyért, akkor szegényke csak nem tudott ellenállni a csábításnak. Ha egy férfi tudva valótlant állít, az hazugság. Ha egy nő, az pletyka. Ha egy férfi szaladt fel a járdára egy dühött kutya elől, akkor az a férfi gyáva. Ha egy nő ugrik fel a székre egy abszolút elem dühött egérkéről, akkor csak megijed szegényke. Aztán ott van az az eset, amikor le kell tagadni valamit. Ha a feleségem megy a telefonhoz letagadni azt, hogy idehaza vagyok, mindenki elhiszi. Ha én mondanám, hogy nem vagyok idehaza, igaz, ez véletlenül nem egészen jó példa, na mindegy. Azonnal eszembe fog jutni még egy egész csomó. Na, ezeket gondoltam el magamban, hogy majd megírom. Ő milyen nagyszerű, mérges kis cikk lesz, gondoltam az utcán. Most hazamegyek, és jól megírom. És akkor véletlenül ránéztem az egyik ház falára, és megláttam az Istenben boldogult nagy orvostanárnak, Semmelweis Ignácnak emlékművét, és pótlólag eszembe jutott még valami. Hogy ezt az emléket azért állították neki, mert mielőtt ő elkezdte volna áldásos működését, nők milliói pusztultak el gyermekágyi lázban. Férfi azonban egyetlen egy se. És ennek kapcsán hirtelen eszembe jutottak azok az éjszakák is, amikor a nő 20-szor kiugrik az ágyból a gyerekhez, míg a férfi nyugodtan alszik tovább. És eszembe jutottak a táplálás alatt csontig soványodott anyák, akik szó nélkül adtak le magukról minden húst, az alatt, amíg a hozzájuk tartozó férfiakon semmi különösebb változás nem volt észrevehető, de legfeljebb a pocakjút lett erősebb néhány árnyalattal. Hát, hiába. Azért a nő az mégiscsak más. Az vagy nekem, mit testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd, hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koltus szegény, királyi gazdagon. Részeg vagyok, és mindig szomjazom. Boldog nőnapot kívánok az összes fehérvári nőnek, lánynak, asszonynak.